Villámárvizek pusztítottak a dél-olaszországi Calabria régióban. A pénteki felhőszakadás a legnagyobb károkat a tengerparti Scilla településen okozta. A sártenger nem csak az utcákon parkoló autókat sodorta el, hanem a kisváros népszerű strandján is komoly pusztítást okozott. Mindenemet elvesztettem, még az autómat is, amire pedig feltétlenül szükségem lenne a munkámhoz, mondta ez a fiatal nő. Minden évben megtörténik ez, minden egyes évben. Egyszerűen túlszűkek a vízelvezető csövek, és kirobbannak a szennyvízaknák, mondta ez a férfi. A vihar a messinai szoros közlekedését is megbénította. A Calabriai félsziget és Szicília között elhelyezkedő, komoly személy- és áruforgalmat lebonyolító tengerszorosnál több mint 3 órás késések alakultak ki a komközlekedésben.